Saját és környezetük védelme érdekében tavasszal megfogadta, az AVG diákjainak egy csoportja, hogy nem fognak dohányozni, sőt, ha lehet, erről társaikat is lebeszélik. Évvége kapcsán a fogadalmat tett diákok elmondhatták, hogy sikeresen tartották magukat a fogadalmukhoz. A dohányzást ellenző fiataloknak ezért a héten díszvacsorát adtak Sárospatakon. A fiatalok nevelő tanára szerint a gimisek kezdeményezték a füstmentes csoportok létrehozását. Ebben az évben 25 új gyerek került a csoportomba, és mihet megismertem őket, rájöttem, hogy ezek a gyerekek milyen háttérrel rendelkeznek, milyen tisztességgel, becsülettel rendelkeznek, és őszinte emberek szeretnének lenni. A beszélgetések során az is kiderült, hogy szeretnék ezeket az értékeket továbbfejleszteni. És rájöttem arra, hogy velük meg lehet tenni azt, amit más gyerekekkel nem nagyon lehet megtenni, hogy egy prevenciós tevékenységet végezzünk, mégpedig a dohányzás terén. A cigarettát teljes egészében megtagadják, dohányzásmentes és füstmentes éveket szeretnének. Szajkó tanár úr nagyon büszke diákjainak kitartásáért, akaraterejükért. Valamit elérni viszonylag könnyebb, de fenntartani mindig sokkal nehezebb. Ezt a dolgot is fenntartani sokkal nehezebb, mert a napok aztán szépen lassan múlnak, és úgy elsimulnak a dolgok, és azt hiszik, hogy nem foglalkozunk velük. Mindig foglalkozni kell ezzel a dologgal. Tehát nem lehet olyat tenni, hogy nem térünk vissza ezekre a kérdésekre. Mindig vissza kell térni rá. Az AVG diákjainak kezdeményezéséhez az osztály többi diákja is csatlakozni szeretne. Számukra a tanár úr minden segítséget megad. Nem csak iskolák, hanem vendéglátó helyiségek is megvívták saját harcukat a dohányzásmentes helyiségek érdekében. Ezért támogatja a pataki diákokat az egyik vendéglátó. Most ez a 25 fiatal szerintem olyat csinált, ami példaértékű lehet, és ennek biztos, hogy lesz nevelő hatása, és én azt gondolom, hogy a mi szakmánkban ez egy nagyon-nagyon jó kezdeményezés, hiszen hogyha eljutunk odáig, hogy Magyarország is csatlakozik az európai országokhoz, és füstmentessé válnak a vendéglátó egységek, akkor azt hiszem, hogy ez egy nagyon nagy előrelépés lesz. A diákok szerint fontos a közös elhatározás, de az is, hogy milyen szülői példát látnak. Én nem szeretnék dohányozni, mert ennek különböző okai vannak. A mi családunkban szerencsére senki se dohányzik, és ennek nagyon örülök. A nem dohányzó diák környezetét és társai egészségét is védi, így adott helyzetben megpróbálja lebeszélni a dohányzásról, az önpusztításról diáktársait. Már egy-két ember teljesen sikerült, és remélem, hogy még több is lesz. A füstmentes étteremben megtartott vacsorán az egészségügy nevében Keresztúri Ferencné ismerte el a fiatalok kitartását, akaratát, és egyúttal egyéb veszélyekre is felhívta a figyelmet. A mai világban nagyon sok fiatal dohányzik, ezt lehet elmondani, tehát az ital és a dohányzás az fontos szerepet játszik az életükben, így mondhatjuk. És nagyon kevés fiatal az, aki ilyen vállalást tesz, mint a sárospataki elvégis diákok. Ez egy követendő példa, és én azt hiszem, hogy a betegség megelőzése érdekében ők nagyon sokat tesznek. És ebben az is a jó, hogy először Sárospatakon, illetve talán az országban sincs ilyen kezdeményezés, és remélem, hogy a többi gyerek is, sőt a felnőttek is követni fogják a példájukat. A kellemesen elköltött díszvacsora után a gimisek megjegyezték, hogy bár a nyári szünidőben nem találkoznak Szajkó tanárúrral, de tartják magukat a fogadalmukhoz.